5 forduló van még hátra a bajnokság alapszakaszából, és a tabellára tekintve látható, hogy nagy harc várható a dobogós helyekért, valamint a rájátszásba kerülésért. A legutóbbi fordulók eredményei úgy alakultak, hogy a Nyíregyháza Blue Sharks ismét megcélozhatja a piros csoport második helyét. A kék cápák egy győzelemre vannak a legutóbbi két meccsét elveszítő Veszprémtől, igaz, a negyedik helyezett tehetséges fiatalok azonos mutatóval állnak a nyíregyháziakkal. Nagy Krisztiánékra nehéz mérkőzés vár vasárnap, mivel a rájátszásba igyekvő Nagyköröshöz látogatnak. Nem a tervezhető kosárlabda kategóriájába esik az a játék, amit ők játszanak, viszont eredményesen tudják alkalmazni. Ráadásul a nagykörösi terem sem az a környezet, ami talán méltó lenne ahhoz a szinthez, ahol kosárlabdázunk. De egyenlőre nekik ilyen van, ott kell megnyernünk a találkozót, bár nagyon nehéz mérkőzés, hiszen az emberek talán a kívülállók nem nagyon látják, hogy mit jelent egy ilyen különbség, egy ilyen teremkülönbség, de az oldalvonal mellett azonnal ott van a fal, azonnal ott van a lelátó, ami kis jó indulattal nevezhető igazi lelátónak, és teljesen más a térérzete ilyenkor egy játékosnak, és ez meg tudja zavarni a játékunkat, illetve mi szeretnénk, hogyha minél távolabb tudnának a játékosaink helyezkedni egymástól. Egy ilyen szűk teremben ez nem igazán megoldható, és ha közelebb vannak a játékosok, közelebb vannak a védők, és sokkal nehezebb alkalmazni a betöréseket, nehezebb megbontani a védelmüket, de nekünk föl kell erre készülni, és azzal kell együtt, és mindennel együtt meg kell nyernünk azt a találkozót. A nagykőrösi csapat egyike azon együtteseknek, amelyek legyőzték a listavezető oroszlányt. A kellemetlen stílusban kosárlabdázó kőrösiek ellen a nyíregyházak irányítója Bus Iván sem számít könnyű mérkőzésre. Borzasztó kemény meccs lesz. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy fekszik nekünk a nagykőrösi csapat stílusa, ha van olyan egyáltalán, mert elég szervezetlen kosárlabdát játszanak, kicsit olyan streetball jellegű, nagyon nehéz ilyen csapatok ellen játszani, pláne idegenben, ahol ők hazai pályán kettőzött elánnal és nagyon bizalommal fognak a pályára lépni, és mint ahogy láttuk két hete, azt hiszem az oroszlányt verték hazai pályán, úgyhogy nagyon-nagyon kemény derbi lesz. Bízom benne, hogy Cucu felépül addigra, sőt, egyébként biztos vagyok benne, és mindenképpen győzni szeretnénk, így, hogy kihasználtuk az oroszlán és a Veszprém botlását, szeretnénk közel szárkózni a tablán hozzájuk. A forduló párosítása a következő: Veszprém Vasas Akadémia, Győr Tehetséges Fiatalok, Oroszlány Miskolc, Bonyhád MTK Török Bálint, Vásárhelyi Kosársuli Budapesti Honvéd, PVSK Békés és Nagykőrös Nyíregyháza Blue Sharks.